Nehéz helyzetbe került a Maros Kosárlabda Klub. A csapat anyagi gondjai már a játékosokra is kihatnak. Van olyan kosaras, aki április óta nem kapott fizetést. Néhány játékos tiltakozásképpen sztrájkolni kezdett, és visszautasította, hogy edzen a csapattal. Arról a négy játékosról van szó, akik az elmúlt idényben is a Maros Kosárlabda Klubot erősítették. Az új szerzemények is nem tetszésüknek adtak hangot, de őket sikerült meggyőzni, hogy vállalják a szereplést Kolozsvár ellen. A csapat vezetőedzője, Száz Gáspár Barnabás szerint nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ők sem tudják, hogy mit hoz a jövő. A Maros Kosárlabda Klub és Kolozsvár közötti összecsapásra hétfőn kerül sor. A kolozsvári ESK nyerte a férfi tör Románia kupát csapatban, ezzel a győzelemmel megszakadt a temesvári Poli két éves sikersorozata. A Balog Edgár, Rádu Dorobán, Bogdán Dászkalu, Tűzhányi Gerárd összeállítású négyes 5 tussal múlta felül Temesvárt. Készen áll az új idényre Miklós Edit alpesi síző. A csíkszeredai sportoló több hetes felkészülési időszakon van túl, és az új edzőjével is elégedett. Edző nélkül küzdötte végig az elmúlt szezont Miklós Edit az alpesi sí világkupa sorozatában, de úgy tűnik mostanra megtalálta a megfelelő szakembert. A svájci Stefan Aplenalpal már júliusban elkezdte a felkészülést, és a csíki síző szerint talál a kémia. Eddig azt kell mondjam, hogy minden a terv szerint halad. Eddig már volt 4 edzőtáborom, tehát hogy 4 darab edzőtábor, körülbelül 2-2 hetesek, és szerencsére az idő is velünk volt, nem volt rossz időnk, tudtunk jókat edzeni, úgyhogy egy sikeres felkészülésen vagyunk túl. Miklós Edit célja, hogy a világkupán lesiklásban a 6 legjobb között végezzen, de a februári világbajnokságon érmet szeretne. Idén szuperóriás műlesiklásban is szeretne jobban teljesíteni, és a legjobb 15 közé kívánkozik. A magyar színeket képviselő Miklós Edit a kanadai világkupa futamokra már jó formában szeretne lenni, de az is lehet, hogy a 3 hét múlva esedékes szöldeni világkupán már rajthoz áll.